Egy festmény vagy egy fénykép képes többet mondani a szavaknál. Mivel azonban a művészi alkotások nagy részét mindenki szabadon, más-más módon értelmezheti, megoszlanak a vélemények, hogy mit is közvetítenek. Íme 7 műalkotás, amiken UFO-ra emlékeztető valamik láthatóak. Az első rejtélyes kép a szerbiai Viszoki dekáni apátságban található Krisztus keresztre feszítését ábrázoló freskó. 1350-ben készül, és 2 űrhajóra emlékeztető valamit is látni lehet rajta. Itt és itt. Ez a valaki mondjuk előre is nézhetne, mert bele fog ütközni a kép szélébe. A reneszánsz művésze szakértői szerint ezek a nap és a hold ábrázolásai, és közük sincs idegen űrhajókhoz. Vajon tényleg nincs? Az UFO hívők egyik kedvenc festménye, a 15. századi Madonna Szent Jánossal című kép, a Szűz Máriától jobbra eső sötét, illetve balra a csillagszerű sárga alakzatok miatt. Hogy a sötét valami nem csak egy folt, az is bizonyítja, hogy egy úriember teljes beleéléssel bámulja. Művészettörténészek szerint a sárga csillag, amely Mária vállán is visszaköszön, a születési csillag ábrázolása lehet. A sötétebb, mandula alakú valami pedig ugyancsak azt az üstököst ábrázolja, ami Jézus születése helyét jelezte. Hogy miért van 2 csillag is a képen, amik ráadásul ugyanazok, számomra rejtély. Meg mondjuk elég jó képzelő erőkkel ahhoz, hogy ezeket valaki csillagnak lássa. 1710-ben festette Arendt de Gelder a Jézus megkeresztelése című képet, amely szintén felvet egy kérdést, mi az a fénycsóvákat kibocsátó korong az égen? Egy professzor szerint nem más, mint egy ragyogó felhő, amelynek közepén, ha jobban megnézzük, egy galamb, a Szentlélek szimbóluma helyezkedik el. Én mondjuk nem látok semmilyen galambot. Cario Crivelli 1486-os festményén az angyali üdvözleten egy több ovális rétegből összetevődő valamiből sugárzó fénycsóva jut be Mária ablakán, melyen elviekben egy galamb halad Mária feje felé. Én mondjuk megint nem látok galambot a képen. Ez hivatalosan a mennyből érkező Szentlélek megtestesülésének ábrázolása, a pillanaté, ami majdan Jézus születését teszi lehetővé. Vagy egy UFO, amely az ablakon keresztül megvilágítja Máriát. Egy grúziai katedrális freskóján, a keresztre feszített Jézus mellett különös, félgömb alakú repülőtárgyakat látni, melyekből alul csóvák lógnak ki. Alaposabban megnézve ezek medúzák. A művészettörténészek szerint ezek őrangyalokat szimbolizálnak a festményen. Mi van? Mennyi a realitása annak, hogy valaki medúzákkal ábrázolja az őrangyalokat? Hogyan függ össze egy őrangyal és egy medúza? Szerintem sehogy. A Bóni Notre Dame bazilika fali szőnyegén különös, sötét színű valami lebeg az égen, mely kísértetiesen hasonlít egy repülő csészeajhoz. Ebben a bazilikában egy másik fali szőnyegen ismét felbukkan ez a csészeaj. A tudományos magyarázat szerint nem másról, mint papi kalapokról van szó. Ez szerintem még nagyobb bullshit, mint a medúzák. Milyen gyakran látunk papi kalapokat repkedni az égen? Az előbbiekben bemutatott 2 freskón, 3 festményen és 2 fali szőnyegen lévő valamik talán tényleg csak szimbólumok, és nem kell földön kívüli lényekre vagy repülő csészealjakra gondolni. Ám ha nem gondoljuk túl a képek jelentését, és nem akarjuk belemagyarázni, hogy mi mit jelenthet, akkor csak a tények maradnak. Azok pedig egy sor megmagyarázhatatlan égi objektumot jelentenek. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, lájkoljátok, még nem tettétek meg, iratkozzatok fel, nyomjátok meg az emlékeztető csengőt, és sziasztok!